Nem is tudom, hogy, tehát hogy én annyira nem örülök ennek, hogy most itt beszélnem kell, illetve annak nem örülök, hogy amiről beszélnem kell, mert nem igazán nagyon tudok már mit mondani. Régóta van a szervezetünk bajba, ami azt jelenti, hogy mi nem működünk január óta. Ez a 7. kerületben működött az Artéra Alapítvány tűcsere program volt itt. Miután nagyon pici szervezet vagyunk mi, és az elmúlt 3 évben jellemzően a normatív támogatásból végeztük a feladatunkat, kiegészítve a kisebb kabos pályázatokkal, miután nem nyertünk befogadást december végén, ez kiderült, tehát ez azt is jelentette, hogy nem tudunk tovább működni, és mondjuk ezt még olyan, tehát ja, nem könnyű egy ilyet megélni, meg erre nem készültünk, és nem volt benne a későbbi terveinkben, de egy picit nehezítette az, hogy az előző éveknek a forgalma, amit mi nagyon nagy eredményként éltünk meg, hogy megnőtt, és ez egyben jelentette azt is, hogy az eszközigény is megnövekedett. Tehát ha a 2011-et nézem, csak akkor olyan majdnem 120 ezer fecskendő, amit kiadtunk, ennek az ára, ami miért megvásároltuk, ez majd tudnám a normatívának a nagy részét el is vitte. Tehát ebből adódóan hátralékunk is volt. Tehát a januárt úgy kezdtük, hogy fizetni kell ezekért az eszközökért, úgyhogy nincsen miből. Tehát ez nehezítette a dolgunkat, és hát ezzel így kezdtük az évet. Mi nagyon sajnáljuk, hogy nagyon nem jó, hogy ezzel kell foglalkoznunk. Legfőképpen azért, mert egyáltalán nem értünk ehhez. Tehát, hogy így nem vagyunk erre sem kiképezve, sem megtanulva, sem tapasztalatunk nincs ebből, vagy erre vonatkozóan. Arra, amire van, az pedig, hát ez sajnos azt most nem tudjuk csinálni. Én úgy gondoltam, hogy semmiféleképpen nem akarok itt én ilyen panaszkodásban. Egyszerűen tényszerűen csak elmondom, hogy a helyzet az ez, és próbáljuk valahogy tartani azt, hogy legalább a szervezet vagy a helyiség az megmaradjon. Ebben kapunk némi támogatást az önkormányzattól, illetve hát mindenféleképp az nagyon, nagyon fontos ebben, hogy más szervezetektől kapunk támogatást abban, hogy valahogy a felszínen tudjunk maradni, vagy legalábbis a nagyon mélyre ne merüljünk, mert akkor onnan már nem lesz levegő feljönni. Jelen pillanatban én most már ettől kezdek nagyon aggódni, hogy az elmúlt, tehát most már ugye 4 hónap telt el január óta, hogy tehát én nagyon tartok attól, hogy annak ellenére, hogy az egy nagyon jól éljük meg, hogy ez a kiírás, ez megtörtént, és hát természetesen beadtuk a pályázatunkat, de hát ugye nyilván erről még eredmény nincsen, illetve hát ugye addig is az életben maradás az most már, tehát így már egyik napról már, tehát most már napok is nagyon számítanak, hogy ez hogyan megy. Ebben nem nagyon volt most ráadásul, ez a kabos ügy is ugye hát nem könnyítette meg ezt a helyzetet, de hát nagyon bízunk benne, hogy ezt majd úgy lesz alkalmunk beépíteni a későbbi munkánkba, tehát ezt a fajta túlélést, vagy ezt a fajta mélyről feljövést tovább tudjuk majd adni a reményeink szerint visszataláló klienseknek. Egyébként erre van némi tapasztalatunk, mert áprilisban kinyitottunk hát önkéntes módon is, hát egy kevés eszköz maradt még tavalyról, és hát úgy döntöttünk, hogy kinyitunk heti 2 alkalommal, mert nagyobb energiákat kellett mozgósítani ahhoz, hogy nem csinálunk semmit, mint ahhoz, hogy így elkezdjünk működni. És hát azt tapasztaljuk, hogy nem is nagy tömegekben, mert hát egy hónap alatt az ugye az 8 alkalom, de hogy visszatalálnak az emberek, és számítanak rá, várják, tehát hogy azon nem, nyilván nem ezen fog múlni, hogy tudjunk, hogy ezt a tapasztalatot, ezt kamatoztatni tudjuk. Nem tudom, szóval, hogy ennyi. Köszönöm.